skank that is a boy again. Yeah, no menu. Kde dáš mi kčitě regit? Durva. Igen, egyébként rájöttem, hogy lehet átvenni más színszegfelettes az irányítás. Egyébként nem olyan bonyolult receptúra, mint sokan innétek. Mi lássatok, hogy azért jó megöregedtek. Pár színszerén is nézek, ha már így elkezdjük játszani. Jó, de ez így dagi lett a lány rendesen. Lássuk itt, mi történt. Ez az ágy üres. Lássuk, hogy néz ki itt a fiú. Hát na, igen. A Sims-ek öregednek mellettünk, ez nem kérdés, a szomszédunk nincs. Kattintsuk rájuk. Na, mi jól lássátok, innentől kezdve nyugodtan kimenni, ez a lány itt lá ez, ő a új megnőtt gyerekem, ugye? Ő is tinédzser, egyedül még ő egyedül ma a tinédzser, és egyébként azon pár átakítás is történt, de ezt majd meg fogjátok látni. Nem drasztikus átakításokról kell gondolni, pár kisebb átakítás történt. Ott ugye a macskánk is, meg ott a szímszény is. Tehát alapvetően ez lesz a sor. Hát igen, nagyon várom ez egyébként. Azt hiszem, hogy egyébként maga a családdal játszogattam, tehát igazából nem nagyon voltam előket, de volt egy időszak, amikor rájuk sem nagyon néztem. Tehát igazából nem vagyunk olyan drasztikus eladásba a családdal, mint kéne legyünk. De szerintem ez nem lett akadály senkinek itt a családon belül. Családon belül, ugye inkább most a gyerekek lesznek fókuszba, nőjenek meg, aztán meglássuk, hogy mi lesz. Na most töltőképernyők határozottan jönnek és mennek. Egyébként zenét nem szeretnék a játék közben jön használni, amit elintettem, ugye, mert nem tudom, mit szólna a Twitch hozzá, mert nehogy levágjon engem zenetartalmak miatt, mert nem örülnék neki. Bejön aztán a egyébként eldöntöm pontosan, mi lesz az úti célunk a mai nap. Ez még nincs terbe véve. Persze szerintem, hát meglássuk, hogy akkor a sztori. Most egy random játszok, és semmit nagy tervel nem érkeztem a mai napra. Na jó, nézzük meg, hogy álltok itt. Itt a háztartásunk. Mi lássuk, egy kicsit árket alakítsa, mert egyszerűen nem fértek el ázba. Egyébként az a probléma történt emberek, hogy nem tudok elférni a házba, és nem is szeretnék elköltözni innen. Tehát én az vagyok, hogy hát inkább átalakítom az egész kódszerát arra, hogy elférjen mindenki, mint hogy inkább elköltözessem a szimszeimet. Nem tudom. Egy szeretnél költözünk innen, mert nem férünk el a házba szép lassan. Ez most kezd egyértelmű lenni. FPS az nem ilyen, hogy jól megy. Most nem lesz ilyen probléma. Egyébként közben megnézem a hangomat. Mit csinálsz? Mit szakadozol? Ne, hogy megszakadt a adáska, mert nem tudom, mit csinálok veled. Nem szakadt meg, ugye? Valamiért néha furán viselkedik a Twitch egyébként, ezt észre is vettem. Remélem, hogy nem olyan fura módon teszi a dolgát. Itt van, ő az új, hát ő nem más, mint Kyla Patel. Ő a új megnőtt gyerekünk. Hát ugye, pizsamákat egy kicsit átalakítottam, így néz ki egyébként. Őt is át kell teljesen formáljak, egyébként egy kis probléma történt a családommal, és ezt nyugodtan lassan ki lehet jelenteni, hogy mindegyik gyerekem lassan kövérnek születik be, nem tudom miért, vagy túltápláltam őket, vagy nem tudom mi van. Egyébként nem ilyen soványok rendesen, ezt szeretném. Ez például ő a megnő, tehát például a megnő ugye Lájlá, ő is egy kövér gyerekecske lesz. Egyébként addig egyébként nem tudom, átlagítottam mindig őket, és akkor így kb. Jó kinéznek, de egy kicsit beleszok a természetrendjébe a Sims kapcsán.
De nem mész számít. De külön szobát kaptál, fiam. A lányok kaptak egy szobát. A macska az ott nyalja magát. Most pont milyen napunk van, lássam, mert nem tudom, hogy hagytam abba a sztorit. Ó, akkor ma bizam suli van. Ma bizam suli van. Lefagyott. Ó, az FPS kicsi egy kicsit. Nem mennél ember csinálni a dolgodat? Most nem azért kérdem, mert ennyi egyéb valamit. A lányok itt alusznak. Igen, amit egyébként változott, amit itt láttok is, ez a részen történt változás a háznak, ugye külön szobát adtam nekik szép lassan, ugye? Hát rájöttem arra, hogy az itt nehéz így elférni, ugye, amikor tényleg négy gyerekem van itt a játékban a családomnak, ugye? Itt az ki a kicsi, ez még ugye a kicsi szobája igazság szerint. Itt a fiú szobája, ami úgy is nyilatkozott nektek, egy kicsit ugye ilyen smi lett. Hát úgy voltam vele, hogy ezt a szobát meg fogja ő kapni, hiszen azért csak nem tudok betenni négy gyereket egy szobába. Ugye ő eddig a nővéri volt egy szobába, aztán most ide kiköltözött külön. És hát remélem, hogy itt űzi magát. Most jelenleg az kéne, hogy kimenjünk innen. És átmenjek oda. Remélem egyébként nem szaggat a játék vagy valami. Nagyon remélhetően. Remélem. Aztán súlyba kell menjenek. Izából, na. Remélem, hogy nem szaggat, mondom, mert örülnék neki. És mindig szaggat valamelyik. Én ezt nem értem. Közben élik a napjaikat, mi jól lássátok. Rendesen érik a napjaikat, nem, nem valami... Elnézést, hangot adtok, ez sajnos benne van most, csak valamit meg akarok nézni a Twitch-en. Zajlik a közvetítés, jó. Ez mondjuk egyrészt jó, mert legalább látom, hogy mi van. Valamiért a kezelő áll meg, míg a másik az jól megy. Ó, te iszta? Ó, az egyik ízott. Ó, az egyik lány ízott. Anya ízott kicsit. Az anya ízott. Az FPS valamiért kicsi most. Várjunk, csak te íztál? Tényleg nem fogyakuráztattalak? Tehát igen, anya ízott. Jelentem tisztettel, anya ízott. De nem baj, majd fogyakurázzunk megint. Kell kis rendetrakást csinálni majd, az apa valószínűleg nem megy dolgozni, és rendet rakunk. Elromlott a kajlónál a csap. Zó elmegy dolgozni, a gyerekek elmennek egyébként iskolába. Ti nem mennétek suliba? Nem azért kérdezem, mert... Aludni szabad, de ideje suliba menni, gyerekek. Ideje suliba menni. Tudom, hogy ilyesek vagytok, de ezt a kantinba. Ha van egyáltalán kantinotok. A macskám az... Valamiért baja van a macskámnak. Ah, Kálá visszajött. Mi? Iskola kerülők vagytok, ember. Iskola kerülők vagytok rendesen. Minden... Miért? Jó, kaja rossz. Mi a... Jó van, fiúk, lányok, visszajöttetek. Jó, az mindjárt le fog pisilni egyébként. Mondjad, mi a bajod, kicsikém? Jó, omokkoddal van baj.
Jó, omoktárcát van baj, azt ki kell üríteni, jó. Jó van, Macsi. Úgyis itt van nekünk ő, úgy csak akar menni suliba. Kicsit furán viselkedik most a játék. De tiszta basszus! Macsi! Te tiszta a cuccaid, ember! Tényleg, most mit mondjak erre? Kaját legalább kicseréletnéd, kislánya már itt vagy. Ne kell! Ne légy ilyen ásul, jó, kérlek szépen. Menj oda, dob ki a rossz kajánt, mert az rossz, az dobjut ki. Szerintem a menedzselem őket, mind a... te mit csinálsz? Te vécézzel, jó. A lányok elmentek iskába, de ő inkább itton maradt. Esz egy fagyit. Valamit tegyél. Apa az onnap megy dolgozni, hát akkor ők is elmennek suliba. Na gyerünk. Van kajánk. A Macsi jól érzi magát. A kislány egyet takarítani fog. Apa, az kéne játszani itt a Macsival. Hát igen, ez a Sims emberek. Tehát igazából amit kell erről az egészről tudjatok, hogy azért alapvetően Sims-ezni nem mindig élmény, ezt el kell ismerni. Tehát nem, főleg amikor annyi tipegő van, azt hiszem, hogy a sozott elejénben volt, és hát a legjobb az, hogy most már kezdjünk odáig eljutni. Most mikor? Akarod odaig eljutni, aztán tényleg ne legyen semmi bajunk. A lány azt takarítta ügyesen, na már nem ment súlyba, ezzel büntetem, hogy takarít. Az FPS, igen, tehát itt az élmény. A másik dolog ugye a Sims-ek kapcsán, hogy mindig előjön az nálam, hogy azért néha egyébként lehet túl van a családokat. Nem is kicsit vállalom túl a családokat, most valamiért nem akar játszani lézeres a macskába. Menj már játszani lézert a macskával, apa! Tudom magamat, ez a négy gyerek is néha más sok, de nem annyian, mint itt nétek. Tehát a lány az hogy áll? Azt takarít ügyesen. Ügyes vagy lány, takarítsa. Az apa macskázik. A többi suliba van, tehát igazából az nem fontos. Tudom... Double ne! Jó. Menj játszani. Menj játszani egyet, mert nyugodjál le. A fiunkkal mi van? Jó, álmos. Ő megy aludni, mert ő nem aludta ki magát. Tegyük őket kis. Indulnál, fiam? Fiam! Menj már aludni, fiam! Nekem ne szégyelkezd itt. Jó. Leg minden rendben. Az apa is jól érzi magát, ő egyedül éhes. Jó, macskával itt játszik, Smokival. Egyébként Smoky nagyon boldog nálunk. Chubaba. Chubaba? Jó, a apa kellene egyen egy kicsiké. Igazából nem gondolom, hogy főzzön, ezért inkább fog enni. Menj oda. Most jól vagyotek számla, a számlát is kifizetjük. Menjél. Elmennél főzni?
Egyébként, hát na, nyomjuk itt az életet. Nyomjuk itt az életet. Na, vagyátok. Lássd, hogy mikor van a lánynak köszönhetésnapja? Meg tudjuk ezt még várni? 11 nap. Hú, ez nem biztos, ha mai Steamben meg lesz. De haladunk arra fele legalább egy kicsit. Haladunk legalább arra irány fele. 11 nap van a színapójáig. Takicske üttött, kislányom, már ott vagy, jó? Paku! Ki gyakorítanád a üttőt, kislányom? Kicsit én megnézem, hogy a többinek meddig van a szülinapja, mert már én sem emlékszek, hogy Zoe-nak ánynapjai vannak. Kicsit fene vissza a mikrofon, fenebb kell tegyem, mert egyszer nem látok szinte semmit a latokból. Itt se sokat, de hát még az anyának van. Az apát ugye még régebben újra update-eltem, ő ugye még fiatal lesz. 13 napja van a nagyobbik lánynak. Hát neki mi nagyon sok napja van. Neki még 51 napja, egyébként a maximális beállítással nyomom, azért vannak ilyen nagy számok, neki 11. Tehát a lányt kéne végignyomjuk. Ez a kicsit fura hangzik, de a lányt kéne végignyomni. Mert ő a soros. Max pár napját még így lejátszodjuk. Kislánynak aztán meglássuk, hogy akkor az ő története. Egyébként ha ő majd esetleg megnő egyszer, akkor ő megkapja a másik szobát, és akkor a lány megkap egy szobát fog kapni. Most jöttek meg a többiek az iskolából. Hello, sziasztok, gyerekeim. Ki jöv? Fogadjuk el. Elmegyünk egy kicsit a kihoz. Beszélgetünk az alkalmazottunkkal. Ha már nem volt ma munka, akkor már legalább ez legyen. Na. Na, majd hova megyünk? Hát igen. Egyébként addig, ameddig ez így zajlik meg minden, egy kicsit beszéltetek a vámpírókról is, ugye, amit én nagyon kitapasztaltam utóbbi időszakokban. Ugye, volt az a Vampire stream, ami három részt élt, meg igazából kettő volt, csak ugye egyik ketté szakadt valamiért a Twitch-en, ketté szakította adást. Tehát a Vampire az nagyon menő egyébként a Sims 4-en belül, és olyan szinten menő, hogy ki sem tudom mondani sokszor. Tehát én nagyon élvezek vámpírokkal játszani a játékba. Persze nem engem támadnak meg vagy valami, mert ugye tudjuk, hogy költözzön, de nem fogjuk megmondani neki, hogy ide költözzön. De ő itt él vajon? Meg kell nézem a rendesen itt házakat, mert Kalaplepöl. Beszélnek. Hát igen. Össze tudnám őket hozni, de nem fogom megtenni szerintem. Aha. Ez a vázuk, igen, így jön. Seneke, Belindi. Seneke, Belindi. Udaba. Oh, huh. Sochin. Derbna Treyu. How you say? Toba Boyo. Algarez. Csináljunk egy klubot. Nem tudunk klubot csináltatni. Csináljunk egy klubot.
Wook's a Thorf? Sabu. Aj, ne, Krubu. Most már kiállít... Kiállít meg minket. Ő ki benne van? Vaj, olyan králunk klubba? Hilpen! Lanzaya! Olyan králunk klubba? Derbna Treyu! Thomas! Bueo Shuna! Hello! Dag dag! So! So so! Chech Pina! As Sobi Skoon! Nem tudunk klubot csinálni. Nem tudunk klubot csinálni. Azt hittem tudok, de nem. Hát szép lassan mindenki megidősödött. Mindenki azzal jött, anya még dolgozik, ugye? Mindenki még ugye ott van, a anya még dolgozik, a gyerekek otthon vannak. Az olyan most. Most azzal megyünk a családhoz. Flazzle Vilpa, Shalbo, Bempi, Guans. Egyre fantasztikusabb, amik itt. Én arra is vagyok pontos. Hol is laktak Lukiék? Na, jött valami. Mi jött? Ah, van, jött egy pontos levelem, ezt meg kéne nézzem. És akkor folytassuk. Jó. Jó, ez elvé is jó, akkor jött. Jó. Ez elvé egyébként később lesz fontos nekünk a csatorna szempontjából. Na jó. Menjünk az a családhoz. És akkor felvetném szóval a vámpíros sztorikat. Tehát igen, a vámpírnak szerintem nagyon jó lenne a játékon belül, és egyébként hajlom, hogy próbáljátok ki a vámpír karaktereket, mert ami zseniálisak. Tehát amire képesek, az hihetetlen, ha belgondoltok. Egyébként erről egyébként tényleg azok a Twitch adások tudnak számolni, amiből sajnos egyébként a hibám miatt nem mentettem ki, így csak egy van, de elérhető mindenkinek, ott egy YouTube-on meg tudjátok nézni. Hihetetlen, tehát olyan képességek vannak feltáltva, például simán tudnak romantikus szálat úgy nyitni, hogy nem is ismerik nagyon azt a karaktert meg, és hát ebből én esküszöm, kis ügyéskedést is csináltam. Például az előző vámpíros karakterem volt, akinek azt hiszem a gyereke volt. Hát az rengeteg, persze nem az én neveltségem alatt voltak ezek a gyerekek. De hát igen. És egyébként az új karakteremmel is van már egy gyerek. És hát értetlenül ott van, még ugye csesemű a játékon belül. De mondom, tehát ez kérdez, azt mondja, persze vannak más jó képességei is. Képesek vagyunk ugye embereket takarítani, mérni, tehát takítsák ki ázunkat, vagy el tudjuk venni az emlékeiket rólunk, ez egyébként egy nagyon erős vészhívást tudunk venni, ezzel pedig plusz pontokat tudunk kapni, mert pedig tudunk, vannak még pár menőalkotás, amit én sem fettem még fel, de mondom, ajánlom a vámpírra játszoljatok. Annyi van, hogy muszáj fejleszted, mert ha nem fejleszted a vámpírt,
Vagy nem csinálsz valamiket, szegény meg a napon, meg minden, és ez nem a legjobb. Úgyhogy ölöm a napon a gyerekemet, a vámpirokat. Ó, na. Egy kicsi romantikus. Hello. Úgy látszik, mindenki boldog. Egyébként nagyon nem mászkálunk ki. Ők már koronavírussal vannak. A már így mondjam szép szóval. Mondjuk a szíze nincs koronavírus, de... Az egyik, hogy zenél. Na, mindenki kávé boldog. Sweet is az. Ne vegyek közel mentén, mert esetleg baj lesz, akkor nagyon megszívom a játékon belül. Közben az órát itt nézem, mióta is vagy a stream egyébként. Most is kb. Úgy 2 órát szánok erre az egész streamre. Éltásra mondjam ki szépen. Éltásra. Lehet ez így jó lesz. Az a szám nem olyan, hogy nem zene, ez a szám, ami sérti a Twitch-et. A lánya szímszezik. Jövök, kislányom, beszéljünk egy kicsit. Jó, kislányom! Használd a budit. Elhiszem, hogy szer zenélni, de most miért? Jó, mit csináltok, kaverkaim itt? Ó, teljes rossz. Lumbic Jarl. Sigluna Piyun. Egy kis edzést bevatnál. Úgyis már kezdesz ízni kis a feleség. Látna? Nem budizunk! Yakalau Dunba, Rugi Payun. Levitate Boris. Yachibu! Lássuk, hogy ízott ez a nő, vagy nem ízott. Hát, kicsit igen. Most azt kell mondjam. Ahhoz képest milyen vékony volt régen, emlékeztem, milyen vékony volt? Életetlen. Belegondolni. Milyen vékony volt régen, és most... A nő egy kicsit sportol, a lány az éjes, az szerintem egy éjjel. Na, jó volt az edzés? Jó volt? Kicsit edzettem, hogy menjen. Ó, azért kicsit kilókat felszett magára az anya. Na, mondjuk ez nem is akkor probléma, ilyen szinten nézzük.
Mivel szegény fáradt, fog enni. Másikkal mi a szituáció? Ő fáradt, őt inkább aludni küldöm. Őt inkább aludni küldjük a fiút. Ő most tanul, ő most főzik él. Ott átúszol a zene. Hihihi. De vicces. A lány az ott jól el van. Egyik is táncoljon, hol van? Kicsit táncolni küldöm. Az anya az jól el. Az most elszik. Az apa az fáradt, tehát őt elküldöm aludni. És valamiért nagyon kicsi a... Nem tudom, át a jó mi... Jó megy a rendszer. Elromlott. A francodat. Te a szállát kifizették? Vagy azt nem, mert... Az nem mindegy, azt valaki fizesse már ki a családból. A lány ez jól elván, most egy kicsit felvirítom, aztán... Na, őt is küldjük aludni, mert most már késő van. Mindig nem olyan késő, de aludtad. Kislány, az mit csinál most? Menj aludni te is, kislányom. A szobádba. Egyébként teljes kontrollja vagyok a Sims-eim felett, tehát még a budira sem mennek ki nélkülem. Tehát... Észletem, hogy ez játékban nagyon fekszik nekem, egyébként lehet mások zavaró lenne például, aki úgy nézi a streamet, vagy úgy éreklődik el ez iránt. Lehet egy kicsit zavaró, de nekem nem. Érdekes, megszoktam, így ez működik, ez a forma terv. Ó! Oh, hogy jött át, kislányom? Ó! Átjött szó szerint a bútorzaton. Ez nem csinálunk ilyen kislányom, mit csináltál? Most edzett, tudom, igen, menj aludni. Egy akkor te vagy fent még, ugye? És a macsek. Á, de szerintem őt is eljutottam aludni a lány testvére mellé. Most tudsz játékozna. Nem, kelj fel, megkérdezzük, mi a baj a macsinak, jó? Kelj fel és menj oda a macsihoz. Kérdezem, mi a baja, jó? A kicsi macsinak meg kell kérdezzük, mi a baja. Gyerünk, ki a bajod, kicsi macsek? Mi fogyott el? Mi a baj? Macsi, mi a baj? Mi a baj, macsi? Mi a baj, macsikám? Mondjad! Megkérdezlek a lányjal. Mi a baj? Waffle tub, Logan.
Mi a, az Isten bajod van? Jó van, na, macsi. Veszel neked egy ülomokot, jó? Ne panaszkodjál. Nagyon kicsi az FPS számon valamiért megint. Nem tudom miért most kicsi játék alatt. Hol van a... WC. Smokey, állj meg, jó Smokey? Most veszed neked egy újat, jó? Hogy ne sírja. Jó, most adom egy újat neked, macsi. Most mi a baj? Smoky? Nem oda mész. Menj már oda vissza, basszus, hogy a macskához. De ott akarítsam ki ember, nem is mocskos a... Jó. Én nem tudom emberek mi van macsival, de... Most vettem tiszta új cuccot neki. Hát én nem tudom. Jó, lefekszik aludni és szerintem... Új cuccokat veszek a macskána. Hallgassál! Smoky! Smokika, komolyan mondom, Smoky. Sírjál máshol, tessék, mit csinálsz most? Smoky? Mit akarsz, Smoky, mit csináljak? Mondd már meg, mit? Mindent vettem neked, ember, ami itt volt. Minden. Kaja is van neked, meg mindened van. Tessék. Van rézes, újakat vettem. Valamelyiket használhatnád ezekből. Smoky, valamelyiket használod? Most maludni küldöm a lány, mert szegény ki fog dőlni aztán. Remélem most már macsak ilyen boldog. Nem azért mondom, de... Most már újakat, új cuccokat vettem neki. Több budja is van házban. Remélem, hogy ez elégedettséggel tölti el a macskám életét. Hát igen. Egy pont ott alszik, ott lehet látni lent. Nem egyébként nem szakadozik nagyon a Steam vagy valami. Nem életően. Elment valami? Elment ez. Ó, nézzed milyen édesen alszik Smoky. Jó, de cuki! Cuki falat ember. Ma se nagyon jók ebben a játékban, ezt aláírom mindenképp, hogy... Mindenki most kert fel szó szerint. Na jó. Igen, aki korábban feküdt, az most kert fel. Te miért nem alszol? Te fáradt vagy. Menj aludni, mert most már nem tudom, mit csinálom. Nem oda mész! Visszamész és alszol, lány. Sleep.
Apa, vagy valaki felkelt, aki jobb kedvűm? Milyen baj az? Macska jön. Megkérdezzük, mi a baj a macsáknak, apával. Kaja az van. Mi a baj, kis macskám? Mi a baj? Most fogja megkérdezni. Mi az? Mondjad, mi a bajod? Ó, oh, kaja. Kaja probléma, emberek, kaja probléma. Kaja probléma van. Jó, kaja problémánk van. Full angry. A macskánk éhes a francba. Nem örülök, de éhes a macskánk. Ugye leszotattam a Smokit az emberi kajáról, ezt egyébként sikeresnek mondom. Sikeresen le tudtam szoktatni. Esze? Smoki, esze? Smoki, könyörgöm! Enni kezdenél, mert most már nem tudom, mit csinálok vele, de nem eszel, Smoky. Ott van kaja, abból tudunk enni, nem? Ez romlott, basszus! Nagy ennyi mellé belőle, mert megbalondok. Ez romlott a kajaink. Romlott a kajak, basszus, ez így nem jó. Ja, felkelt a kislány is. Iskolába kell menni? Az egyik fingott, legy gyerek. Nem mentek iskolába? Jó, tudom, hogy éhes vagy, de ott fel... Ezt kelljél fel, mert... Jó van, na, ne zsíjtel, most miért cvécére? De nem mennek suliba, ember. Ki vingik ennyit? Hát... Várjon csak egy kicsit, most van ugye 9-10 óra. És ne, miért nem mennek suliba? Várjon csak egy kicsit, szabad nap van? Nem, most mennek persze suliba mindenki. Jó, későn mennek suliba, ne aggódjuk meg már. Jó, későn mennek a suliba. Léve beakadtak. Mia!
Menjetek már suliba, kölykök, komolyan! Ezek egy viccek, ne aluljatok már meg! Tehát nem mennek szó szerint suliba. És miért nem mentek suliba? Miért nem mentek suliba, ember? Mert tök, de lusták vagytok suliba menni, vagy mi a bajotok, gyerünk? Ezek máskor mentek suliba rendesen. Nem baj. Az egyik, akkor elhiszem az egyik fiút. Vagy az egyik lányt, aki nem jött. Jaj, Kálai suliba van. Nem? Nem, ő sincs suliba. A Kálai velem fog jönni. Segíteni fog kiszolgálásokba. A fiú még egy kicsit... Max a lányot megérteti a saját magát. Elviszem dolgozni a kislányt, nem tudom mit emelek suliba. Nem tudom, egyébként a szomorú az, hogy nagy következménye nem lesz neki. Remélem. Elmegyünk pénzt keresni most már mi is. A régi kis üzletünkbe. Többiek otthon fognak maradni. Hát igen, nem, egyébként iska kerülők, tehát egy kicsit azt kell mondjam, de túléljük. Túléljük az egész szituációt. Most történik meg az élet itten. Például nézem itt a pontos dolgokat. Na, marad a stream. Még egy jól álltam, minden jó, mert leszreamelek, és szerintem akkor itt vége lesz az élőadásunknak. A lányt azt lehet fel kéne küldenem, mert éhes volt. És hogy tudjon dolgozni velem, ütő van, hogy nagyon be vannak állva. Nagyon be vannak állva, ez egyértelmű, azt ki kell takarítassam egy kis gyerekkel. Furán hangzik, de egyébként furán hangzik, de ők tényleg legjobban kitakarítani a színzbe a ütőket, de nézsetek fél egyébként dolgokat. Az apa az kb... Az apa az evet, nem? Apa az... A zene az szól persze továbbra is. Nincs meg időt, hogy inkább ne táncolj. Szóval a zene áttérbe egyébként. A lány azt üdítse fel magát, mert velem dolgoz ki sokkal a boltban. Lányom, még... A lány az eszik. Na most jön... Nagyon sok alkalmazottam, hogy nincs aki helyett volna. Na most jönnek. Egy kicsit, amelyet vagy... Mi a baj, hogy neked kislányom jelenleg? Há, itt vagy, akkor zanyozzál is. Adjunk a Mewkinak, ami fa. Na, ő kidolgozik. Teszi a dolgát? Ügyes, ő kidolgoz. Kicsit lehet takarításra kéne bírjuk. Ugye ő az egyetlen alkalmazottam, Yuki.
Kicsit takarítson. Megkérem, hogy takarítson. A lány az hogy van fent? Az esetlen nagyon jött fentről. Mozzuhanyzik csupán. Jó, igen. Igen, egyébként van egy... Egyébként, amit én utolag észrevettem, mint ti is így lássátok, hogy ne legyen több szenzor probléma. El is takarom őt. Amennyire csak lehet. Tehát az a lényeg, hogy ugye... Az én játékomban ugye korábban is volt ez a, hát... Cenzúra kivételt csináltam. Tehát ez őszintén leszek. És... hát ez persze azzal együtt, hogy csomó ilyen nemi szerv, hasonlóz lehet látni. Ugye ezeket én itt kerülöm a streamekbe inkább. De... Alapvetően azt kell tudjátok, hogy ugye... Rájöttem, hogy teljesen meg tudnánk a csinálni, csak mondjuk az nem ide való Twitch az a stream. Most már ő átvettél, oké. Menj oda, vécéz! Vécéz! Azt ki, ott vagy a vécé mellett, már menjél vécézni, emberem. A zene az szól, van egy UFO vásárlónk, a mecikat nézed. Ó, őt elküldtem takarítani, ugye? Igen, elküldtem takarítani Yukit. Menjünk fel gyorsan oda, Yukihoz. Igen, most nincs egyébként. Egész későn kezdenek nem vásárolni a vásárlók. Tehát ezt képzeljétek el, bejönnek. Itt most zenét hallgatnak, meg ügyéskednek. Mind a moziba, mind a diszkóba lennének. Az egyik kagyló az eltömült. Örömömre. Jó, veszünk egy újat. Baj, de mocskos basszus. Veszünk egy újat egyébként, itt a pénztárcám is más. Csodott az egyik a lány. Igazából nincs szükségem a lányra, tehát ő itt most nyugodtan élet. Remélem, hogy valaki vesz kaját. Valaki vesz, nem is valamit, valamit vegyenek tőlem. Valakinél van vevő. Jövök! Ne menjen el, azonnal jövök. Jó a bizonyítem, hogy elnézést, de halad a sztori. Semmi fontos ez, jó. Semmi fontos nem kaptunk egyébként, ami fontos lenne senki számára. Na jó. Te az első evőm? Mit veszel, játékmacit vagy mit? Nagyon nem akarnak vásárolni, nagyon jutok meg, de nem tolonganak a mai nap. Mi a gazdasági válságuk lett, vagy mi az Isten vagy? Ez azért hoztam Yukit, hogy a lányunkat, hogy segítsen az üzletbe. Most pedig ez a kifáradt a szegény. Legalább... Hát, hogy nem tudjuk aztán így most semmi szerintem.
Hazavisszük. Hát, na lehet zárabb a zára, így folytatódik az élet. Közben esküsz, olyan sok mindent megvettek tőlem, volt egy ottvevőm is. Ottvevőm is volt ember, ottvevő! Egyébként az olyan számok, amik itt a rádió hangzanak, az ami zseniálisan jók, tehát jelbe csak egy játék, és ezt egyébként látszik is. Hol vagy? Á, tegy a másik vevőm. Nagy kínokra tegy a másik vevőm. Hol vagy? Bezeg, most kezdenek jönni a vevők. Most kezdenek bezegjön. Mikor... az vizetett rendesen. Bezeg, babázat nem veszi meg senki soha. Közben megvetnék. Te mit akarsz venni? Tehát úgy látszik, hogy megvettek egy... hát... Macikból nem vittetek? Nem, úgy látszik, Maci nem kell senkinek most. Bezából ez most már nem. Az amegy mindenki. Na, lássuk, hogy hozzáálltuk. Áron vásárlás volt, sajnos nincs profit. Hát, nagyon kicsi profitom volt, de hát... Vigyük a lányunkat is haza, nem? Vigyük a lányunkat is haza. Hol vagy? Lányom! Hazamegyünk! Hazamegyünk haza. Ennyi volt a itton létünk. Babázat, nem vittek, bezzeg? Hát igen. Egyébként az a babáz nagyon értékes, amit ott láttok áttérben. Sos nem veszik meg, de értékes. Na, tehát megyünk is haza, kicsit a családhoz, aztán meglássuk, hogy mi lesz. Hát igen, ez nem egy hatékony nap, egyébként volt egy időszak, amikor áronvevő, atvevő is volt, tehát igazából volt még plusz bónusz, amikor több is volt ennél. Tehát ez egyrészt ez jól jön ki sokszor, hogy sok vevő van. De valami alig jönnek, tehát valami nem tudom, mi történt itt a levőpázisommal. Megy az élet, megy az élet, megy az élet. Egyébként nem tervezett valószínűleg több bizniszt jön behozni a játékba, mert te így láttátok a kisboltot is. Mondjuk ott a játékban ki fog próbálni egy ilyen élelmiszerboltot, stb. Itt meglássom, de nem tudom, az frissbe lesz egyáltalán. Egy élő adásba, mert nagy értelme nem látom mindennek. De érdekes. Érdekes, hogy ez itt mi zajlik sokszor. Most itt várakozok mind a nagyon rendesen a dolgokra, mi történik. Ugye az a kell menjünk. Egyébként napok itt ahhoz képest egész lassan telnek. Tehát igazából nem tudom mit mondani rá, például mi láttatok a lány 11 napja valameddig megnő. Ugye ez a volt a
itt a fontos tényező, hogy 11 napja van a lánynak, hogy ugye megnőjön. Ez a mi helyzetünkben egész sok idő lesz, tehát túlzás nélkül egy ideig még biztos. Na, anya meg lánya játszik. Egy rendés azért adnék most már játékra, hogy esetleg kidob vagy valami, ne legyen probléma. Mert itt a mentés nagyon fontos tud lenni. És most visszaesett a nézettség, vagy mi történt pontosan? Úgy látszik, jelenleg visszacsúsztam. Ah, most visszatért, csak a számára kicsit összebalondult. Neked mi a baj, lányom? Egyébként a hétvégén nagyon kíváncsi leszek újra, mert konkrétan, igen, tudjátok, hogy gyerekeket befogtam munkára. Ez mindenképpen így alakult, hogy a gyerekek belettek fogva, úgymond melóra. Tehát azt hiszem az első két gyerek jár munkára hétvégeként. Ez azért is csináltam, mert egy... fültessük le egy kicsit. Azért is csináltam, hogy ők is hoznak kis pénzt nekünk, ők babysitterek lettek, ugye? Pontosan nézem, milyen nap is egyébként. Hát még van. Van még hétvégéig bőven elég időszak, sajnos. Nem unatkozik. Mi van? Még te vagy felábor, vagy nem ment iskolába, lányom? Szégyed magad! Még te vagy felábor, vagy nem jársz iskolába. Kislányom. Akkor táncoljál egyet, én nem tudom, mit csináljál, de... Kicsit szedd össze magad, lányom, mert borzalmas, nem jársz iskolába, meg minden. Menj táncolj el, az a felvidúsz. Hogy táncol, nézzétek, hogy nyomja, nyomja, nyomja. Lehet, hogy fáradt, attól még egy kicsit felvidítom. Na, a fiú az, hogy áll jelenleg energiaszintileg, őt egy kicsit edzeni elviszem. Kicsit edzél, fiam. Ő is sportosnak szántalak téged. Az apa az éjes jelenlegi szinten. De attól a macskát még egy kicsit szórakozhatunk a macskával. Jó. Macskával attól még szórakozhatunk egy kicsit. Smokikával. Az apa ezt tudja, és az apa most fog enni egy kaját. Mert már nagyon éhes, és kezd fáradni is. Hova fekszel, kislányom? Te nem itt kell aludjál. Te a nővérednél kell aludjál, ágyba. A kislány mit csinál? Alszik, ugye? A kislánya alszik. A fiú az... edzett, ügyes. Nyomja itt az edzést. Csinálj egy dusolást kis azonnal, és akkor mész aludni te is. De nem, pedig holnap iskolába mentek ezek után. Szinte mindenki alszik, kijöjjön a pár ember a családból, de többsége már ki van dőlve. Ja, most a fiú is fogja követni a bandát.
ami nem fogja követni a bandát, mert még ilyes. Ez jó az a faja? Ebből ehetné. Jó, látom, hogy nem gőzölög a sem. Na jó, akkor te fiú mész aludni, jó? Hú. Egyébként mindig könnyebb még most kezelni őket, mint amikor bébik voltak, mert az valami érültség volt. Menjél. Most fáradt az apa. Adjál be azt a macskának, gondoskodj a macsira egy kicsit. A macskának valami állatos baja van. Jól látom. Most megy budizni a macsek. Mi jól lássátok, ott budizott egyet. Ő nem takarja vissza hulladékot, mint a rendes macskák, ez biztos. Menj aludni. Menj aludni. Mert reggel munkába kell menjém. Hát na. Egy kis gondoszkodás van velük szembe. Most egy kicsit felgyorsult a játék, mi jól lássátok. Mindenki alszik, mint a bunda. Akkor menjél budizni! Ott a budi mellette, nem látod? Ott az anya, a, melletted a budi. Neked tényleg mi anya van örökségig? Na, neked még van. De jó. Eldugult a budi. És éjjel is. Gyerünk, gyere enni. Gyere enni, kislány, oda gyorsan ütőz. Hát igen, ez a játék, amit itt látok, és igazából amit elmondom nektek, és ami nagyon fontos ugye, hogy szerintem egyébként a Sims 4 ez jó kitált ebből a szempontokból, mert a, jó, mert nézitek, azért érdekes, hogy azért egész komplex, mert például, ha már van a lényegében jelenleg ad karaktered, akit irányítanod kell, egy kicsit komplexé válik a játék, és ugye a játék egyébként max 8-t enged meg, de egyébként el kellettek mondjam, van egy csalás, ez nagyon fontos, ami végtelen számokat tenni enged, ugye én az egyszer is szeretném próbálni mindenképpen, lehetséges. Na most kell fel a család többi tagja, de nem most iskába akarnak menni, mert nekem aztán nehogy azt mondják, hogy nem nyomjuk az iskába a segünket, mert nem tudom, hogy csinálok. Ő most tabletezik. A Smokival megint valami nem stimmel. Ki van hozzá legközelebb? Smokyhoz. Most eszel Smoky? Elmém eszel Smoky. Jó, ő már tabletezik, nyomja a tabletet, jó. A gyerek nyomja a tableteket. Mivel nincs időnk enni, animál csikön fogsz enni. Nem tudom ez mi pontosan, ne enjünk, csikézni.
Elmegyünk csirkézni. A másik lánya mi helyzet? Az valószínűleg hogy csirkézni akar. Ő inkább budizzon. Nem kész advanced-ot, elmész budizni. Még ilyen dolgokat sem látott ember világ, hogy advanced-ot akarsz kényi tanácsadók. Mondjuk két térjé tanácsadókától nem azt mondom, de ez ő budizzá. Utána kész tanácsot. Remélem elmentek suliba 8-ra ma. Mindenki fel kell gyerekként? Igen, mindenki fel van kelve. Mindenki felkelt, mint gyerek. Volt a skólás, hogy mindenki megy iskolába? Most nem kérjük az iskolát, fiai. Most mindenki elmegy, iskolába megy, nem érdekel. Vanda. Adja be az evés és menjél iskolába, kérek szépen most már. Nem mentek iskolába, Kálláék. Mi az Isten, ezek szaszit lógnak. Kicsi elment. Ezek a itt beragadnak. Emberem, én még ilyeneket nem láttam. Egyszerűen úgy nem mennek ezek iskolába, hogy szép kimondani. Nézd már meg, megint visszajöttek. Kálám is akar menni iskolába, Vanda. Nagyon jó. Legalább te elmész suliba? Nem mész suliba, mi a francnak is? Valaki nem menne őket suliba? Missing school. Jó. Tudom, hogy missing school van, tudom. Hát ezek a gyerekek szörnyűek egyébként. Iskola kerülők lettek, én nem tudom mi a bajuk a francba. De én nem értem. Hogy félnek esetleg attól, hogy Dugátinak, vagy én nem tudom mi bajuk van ezeknek a gyerkőcöknek, de iskába nem mennek, az is 100%-os. De a kicsi elment. Az a vicc. Wabarani Zimze, Fayumi, Jaspa Xin, Bifala Narbol, Vinvek, Yuk, Luhane Nurska, Unia. Bazudjátok, hogy betegek vagytok, Istenem! Bazudjátok, hogy betegek vagytok, ugye? Gyerekek! Ez inkább gyerekek ez a részes, köszönöm. Motiválni kell iskába járjanak, ez így már nem normális. Jó, innen megyünk szép ügyesen. Énekel a lányod. Basszus, korábban egyébként jártak még suliba meg minden most. Elkezdek ügyeskedni meg nem járni iskolába. Mi ez a viselkedés tőlük, ember? De na, túléljük. Igazából csak egy játék, hiszen túlélem, de... legalább el tudom vinni mindegyik a boltba dolgozni. Hát igen. Na. Várakozás Adifonton. De mióta megy a stream? Azt akarom megnézni. Mondtam nektek, ugye ma nem lesz annyi minden a mai streamben, ez ilyen random streamingosság szerint. De kicsit beszeretném lazulásként játszani. Egyébként a Batmanek után, amit nyomtam. Na. Eztek? Eztek? Vegyél már egyet. Vegyél már ebből a izéből, amit apa csinált, vagy akármelyik. Hú, de kupi van itt, asszus. Csoda, hogy itt még élni tudnak.
Kislány, neked mi a bajod? Hát nem beszélgettél, lehet csak annyi. Például mutatóak, Igen, nem mondunk az vicces. Nagy nekem rossz bejjetek. Mégis a testéded, ember. Mindegy, beszélgessenek, amik akarnak, de legalább esznek. Apa? Az mit csinálja jelenleg? Apa nem is evett semmit szinte egész végig. Hát, mert nem nyit a bolt valószínűleg, ez 100%. Mert egy kis zsenet kell rakni a házba, és anya dolgozik, ugye? Anya dolgozik. És akkor ez nem a legjobb, ha most oda teszem. Ó, oh, családot van. Most nem. Családot teszik. Szerintem a könnyet rendet fogunk rakni. Apát elviszem budizni. Ah, jól el vannak a tévével azért. Én szerintem nincs panaszuk. Takarítsál egy kicsit, jó? Ugyanis takarítsál. Lásson, dobtáncsot kényi a pártól? Vagy ezt csak random csinálják? Menj a pádhoz egy kicsit. Beszéltek. Froba choosing? Snorps. Mi van, mész dolgozni vagy? Mi van? Nem, azt hittem, hogy miért bébi csőszködni, de még csak két végén megy. Shelnik, maybe Narva. Yibs. Gogi? No beam flurba. Zomas. Bueo Shuna. Na, apa, az jó megvan. Kicsit a gyerekekre fogok most fókuszálni, nem baj. Lehet ez inkább a gyerekekre streamje lesz. Ők mit csinálgatnak, ugye ő már tud, egyébként ő már sokat főzött ez a Wanda, ő sokat főzögetett. Most itt az a kislány. Ki jöjjön? Most jött meg a kislány. 9 napja van, mondom egyébként lassan telnek a napok, nagyon a játékon belül. És nem vicceltem, hogy lassan telnek a napok itten. Lassan, mit akar a... Megölik egymást? Mondjuk ő azt hiszem, ők jó barátok egymással.
Very good. No, tényleg mind a véka. Ölelkeznek megint? A lány evett az valamit, vagy ne? Eltnél. Egyébként az anya meg ugye a gyerekek egész jó beszélbe kerültek, például nagyon jó. Anya például most dolgozik, de be tudom nektek mutatni. Most jön aztán ő is a munkából vissza, szerintem akkor elviszi meg kicsit őket sétálni ki. Tehát ha megnézitek, nézze milyen jó érdekes, ugye ott van né, itt írja, hogy good friends, tehát jó barátok. És konkrétan minél gyerekével ezt elértem, mi az apával nem annyira. Tőle mi a baj kis? Meg ez Zoé is. Szerintem elmegy az egész család egy kicsit. Csak Zoé-nak ugye van az a WC problémái, meg... van a pár ilyen alapvető probléma. Az apa az edzett egy kicsit. Egy dus azért csak csinál edzés után. És meglássuk, hogy olyan alakul az világ. A macskánkkal mi a szituáció? Gyere ide kis macska, megkérdezem mi a bajod. Lássam, kaja, hogy állsz? Jó, a kajád az szörnyű. Ő állatbarát, ez a gyerek. Ugye állatbarát. Ja, elommal van baja, jó. Akkor legyen a megtisztelő feladat, menjél és üríts ki a... üríts ki, jó? Tényleg a megtisztelő egyben feladat is. Csukjam tegezben ne legyen itt elől, jó? Most tanítsuk a macskát. Anya az elfeküdt aludni az a... Anya az nagyon fáradt, hogy mi van vele? Hát nem, csak ledőlt. Csak ledőlt aludni. Vaj, van az a lézeres. Azt kivitt el! Van az a lézeres macska, izé! Most már elég volt, hogy innen ki elvisz mindent, jó? Nem úgy működik, hogy mindent csak elviszünk, aztán nézzük, hogy eltűntél, oké? Na, aztán van az a stream is, most jelenleg... hány órája tartó, én kíváncsi vagyok. Hát utazzanak el együtt egy kicsit, ha?
Ah, nem tudnak elutazni, mert éjes. Ilyes, az a legjobb probléma, ilyes. Míg a másik lány nem éjes, csak kell budizzom. Az a fiú az jól el van, az lássuk, hogy áll éjségszinten, adjuk beszélnie kéne, beszéljen kicsit az anyukájával. Macska az jól van. Egyébként, ha megnéz a gyerek, akkor valószínűleg babáza el fog innen tűnni. De az is idővel is van, és még megnéz a gyerkőt. Te lássuk, hogy nevettük a gyereket. Vannak itt azért itt tulajdonságok. Ah, pont nem lássátod, de mindegy. Igazából ezekről annyit kell tudni, ez a nevelés segítik. Jelenleg most ugye nem kapcsolom ki a kamerát, de itt láthatjátok, hogy mi van. Tehát itt pár elem megjelenik. Sajnos nem látod teljesen, de az a lényeg, hogy a nevelésüket segíti. Gyerekek. Az a nevelésükre segíti, és kb. Annyi az aszna, de... A kicsislány jól van. Ott van, vécézik. Kislány... Az lement volna? Most jött vissza, gondolom lement a lány festegetni az utcára. Kies? A kislány az álmos, azt visszük is aludni. Nézd oda! Apa megfőzött egy kaját és... Örök neki az apa. Küzdött a kajával, és elvitte a nő. A nő elvitte a kaját, aztán minden édet. A nő elvitte a kaját. A nő elvitte a kaját, az Istené. És a nő elviszi a kaját, hát ez... Az álmos, akkor megy aludni. Turna, igen, lezárjuk. Te megint éhes vagy. Ez nem túl jó, mind éhesek ezek a karaktereim. Egyébként a vámpiroknál ez nem így van, tehát itt nem könnyíthetetné őket. Elég a párszor vért itatsz velük, aztán kész. Na, itt jön enni a lány. Aztán is le fog feküdni. Jó. És akkor be is csukom, hogy ne álljon itt. Az anya is le kéne feküdjön evés után, és akkor
Lefedetem a lányt is. És akkor emel mola be, emelészelnek menni nekem iskolába, mert nem tudom mit csinálok, akkor nem mennek iskolába. Várj, férfi, nem adtam, hogy feküdjön le. Azt mond, nem adtam parancsra a férfinek, hogy feküdjön le. Most komolyan? Jó van, kicsomocska, jó? Gyere! Smoky! Bacsa, klasz! Smoky, menj át és egyél abból, amit kérnélek, jó? Smoky. Most ne szentségkedjél nekem, hogy éheske vagy, mert... Egyébként Smoky csak ilyen kaját eszik már, mert rászokottam valami is kaját, de nem eszik a mi kajánkból Smoky. Ez mondjuk ez rendes macska egy részt. Aludja! Honnap suli van. Egy gyors mentés akkor adok, mert de megint vagyok a ladással. Egyébként annyit elmondani nektek az egész Sims sorozatomról, mert fontos az is, hogy azért maga ez az egész az, amit elindítottam ugye az elejétől, pontosan egyébként nem tudom, hány részem van, ugye egyébként valami YouTube-on sincs, nincs olyan Twitch-en például, és így nem küldsz, ezért van pár rész, kihív engem. Most nem tudom, menjük is soha, mert alszik a család. Tehát volt itt egy nagy sorozatom, és igazából a Sims-ről igazából, amit tudtam, megmutatok nektek mindig. Tehát igazából már egész sokat kimaxoltam. Ami persze elérhető nekem, ugye, mert egy eléggé nem jutós úton szereztem be. De ennek ellenére én azt mondom, hogy valami zseniális maga az egész játék, hogy tényleg a sztori is jók lehet adni, és egyébként bár lehet őket alakítani. Én ugye nem meg kell nagyon esztémes esetekbe, inkább csadi életet élene, inkább nyugodtan érdegének. Ó! Oh. Lara-nak születés napja... De, nem az a születés napja. Növeljük be Lailát? Na, ezt megcsinálom. Megvan a cél, emberek! Színnapos lesz Laila, és a kódot is be fogom én, és át fogom alakítani a mai streambe még. Hát írja, hogy lehet színnapoztatni őt. Tényleg, ezt meg kell lépjük. De oda el kell menjek egy papírért, és akkor majd a mai iskola után megnöveljük, és megnézzük, milyen, amikor lecsökkentem a Sims-eknek a súlyát. Tehát egy kicsit át fogom őket mértezni, a lányom csinál, nővel csinál majd egy tortát a mai nap során, és meglássuk, hogy alakul a téma. Közben egy kis üzet kéne igyak, az a szituáció fut elő. Na, van célunk a mai nap egyébként. Van célunk. Lárát is elnöveljük nagyra. Remélem, hogy sikerül a célom elterélni. És így gyorsítsam fel az időt, mert az így ne hülyeskedjen velem az időzóna. Gyors idő van. Persze mindenkit el kell látnunk, aki fel kell, meg kaját. Mennyien éhesek ember, nézzétek már meg! Zabagépek ember, tehát... Jó, menj dusolni. Menj dusolni, jó?
Menj dusolni, mert ez a fontos dolog. Menjél dusolni, így van! Menjél dusolni. Jó? Öljedőket még fel, ossza a zene. Turn off, igen, az nem kell. Ta ha faf. Azzal ugye, amíg ma munkanap van, az a helyzet. Ma ugye csütörtök van. Játék szerint. És így, felkelt a fiú is. Elintézte a WC ügyét, legalább ennyit el tudtak intézni maguktól. Remélem ma már tényleg iskába mennek, mert most már egész hetet nem dolgulják el, remélem. Egyébként ma a színnapot fogunk tartani, ezt szeretném kijelenteni. Ó, oh, ez ki? Mekil Harabi. Harabi. Jött Harabi. Ideje lenne felkelni gyerekek, mert iskola van. Ideje felkelni gyerekek. Te nem vécéni, te éjes vagy kivételesen. Na már felkedek, mint a szülők. Bőven már felkedek, mint a szülők. Ez egyik példaértékű itten. Itten mozzanagassanak, menjenek. Ott a macskánk. Akar ézelve, aki játszodjon vele. Szerintem apát most el fogom gyorsan küldeni a munkába. És lehet túlzásnak végig 8-kor elmegy dolgozni, de... legalább addig el, a diákok el, végre a szülők elmennek. Legalább lehet, hogy lehet, hogy el fognak menni a gyerekek iskolába. És akkor amara visszahozom kicsivel, és akkor megcsináljuk a tortát is. Ugye? Akkor megcsináljuk a tortát nekik. Na, megvan a célom. Legalább addig valami pénzt keressen az emberkém. Na, ez a szíme kicsit el fog tolódni. Úgy látom a... hát, még nincs 2 órás stream, áll Istennek. Még nem ott tartunk, hogy 2 óra meg legyen. De mostan 2 óra lesz. A szímidő. Egyébként ezt hittem az egész rendszerben, hogy tényleg a Sims-et így jobb játszani, mert ha belegondoltok, én most elkezdem csak felvételről felvenni, meg levenni, annak sem lenne sem értelme, plusz egyébként most már ott tartunk, hogy azért egy sorot elindítsak a Sims-ről nem biztos, hogy megérni. Így azért így Twitch-ben nyomogatom, meg aladugatunk, az más, de... na. Elmentetek a suliba most, Mehmet? Nincs a üzlet, és akkor meg kell enni. Most hamarabb mitunk, ez is egy... mi történt itt? A kagyló az kifolyt. Csinálj magadnak valami kaját. Akkor azt mondja, hogy mindenki elment otthonról. Anya még otthon van, de ő ugye később jön egyébként a folytatáshoz. Most reggel, hát na, korán van itt még nekik. De apa által még elmehet enni, meg mindent csinálni, függetlenül is.
Jó, hol van? Egy kicsit tekintsa ki üzletet. Tudom, hogy korán kezdünk, de most így akult az élet. Elmez a is dolgozni. Jó, akkor most már csak a macsák van otton. Nem beszélsz velük. Tökölj ki az üzletet. Azért vagyok én a főnök. Kizenalgatás. Kizenalgatás. Igen, ilyen zenék vannak, de tudunk változtatni. Gyorsan, ameddig itt ez itt van, Jani, beírnám azt az egy kódot, amit akarok. Mert ne akkor szenvedjünk vele, ez egy ilyen kód, ugye, amit egyszer már azt hiszem láttatok nálam, tehát ez nem ismeretlen lette. Addig gyorsan lefogyasztom őket, hogy addig ne legyen probléma. Ha ezt beüssük, akkor ugye tudjuk full editálni a karakterünket, tehát mindent meg tudjuk választatni. Date mode. Tökéletes. Remélem, hogy működni fog. Kivittem a játékot. Na most visszajött a játék. Nagyon jó. Ezt akkor ajánlom mindenkit, aki szeretne ügyeskedni a játékba, bármit megtettek vele. Egyetlen nálam aktív a kód most. Az abban egyébként túl korán nyitottam szerintem üzletet. És a korán nyitásnak az a zára, hogy nem vesznek ideig semmit. Közben az is ezt megvetnék nekem, nem... Ezt megvetnék, az biztos. Kicsit gyorsítsuk a napon ez őrület. Gyorsítás! Fast travel, fast, gyorsítok minden itt. Azt hiszem, gyógyítás nem történt ugyan, de... Williams!
Még mindig miért két óra fut? Valami itt nagyon elromlott. A neon? Mert van lehet, hogy itt egy neon valahol. Semmi, nem vesz senki semmi. Lassan ide kell lássam kajával. Most itt a lányok, a Sribor, meg a gyerekek. Ő valami, itt ívják. Lássuk, hogy milyen kedvük van. Hát elintézi saját magát. Ott egy evő végre, valaki akar vásárolni. Csoda történik. De jó későn, tehát azért gondoljatok bele, jó későn vásárolnak. Első vevőnk, ő mit akar venni, egy vonatot, vagy egy ilyen babát, vagy nem tudom. Valami vonatot szeretné venni, nem? Ó, az a gitár vagy most akar venni. Jó, az a baj! Nagyon sokan vannak, de még nem tudok kiszolgálni, az a érzésem. Én bejelölöm, de nem hiszem, hogy itt tudom szolgálni. Azért Zoe is a munkából, jó? Hát ő elmegy, de hát ez van. Jó, vonjak a játékvonatok rendesen. Forog a biznisz! Mind az emberekkel tudom, hogy jöjjenek fenn. Az igen, de ez a távolság tartás, nézzétek meg meg! Tisztességes eladó! Itt árul, meg oda távolság tartás, a vírus miatt. Zseniális. Most valamiért sokan szeretnek venni, hogy használni ezt. Valamiért sokat szeretnének vásárolni, Maci elfogyott, nem? Mazi nem viszik baszki el. Közben elvihetnék a Macit is. Kis profilot jól lenne termelnénk. Oh,
Jó, ennyi volt mai napra, mert kidől a karakterünk szó szerint. Na lássuk! 13 volt? Na, étet adtam el, ez nagyon jó. És hol profitunk? Nagyon jó. Na, és egyből sikeres. Lássuk, mit vittek el a bazádból? Nagyon rá van a gedve a hajókra, meg elvittek egy pár törpét. Na, menjünk haza. Menjünk haza. Hazamész! Sikeres napunk volt a voltba. Túl sikeres is. Nem, egyébként úgy kéne legyen tegy előadók, akik jönnek és nézik a másoknak, hogy mi kéne, mert ez nagyon nem normális, hogy csak én veszem. Na, most az idő mindjárt két óra lesz a stream ideje. Ez egyébként aladunk. Ma szünapi részt meg fogom csinálni. Mindenképpen, az azt szerintem menteni fogok, amikor hazamegyünk. De az a lényeg, hogy meg fog nőni a kislány. Most el van döntve. És ha nem nyomnák ilyen mouse-okat, örülnék neki egyébként. Én azért is szokott néha kikapcsolni a játék, meg visszajönni a játék, mert a mouse-omon van egy gomb, amit mindig benyom a kreten, és akkor mindig kicsap. Tehát ennyi. Titok. Miért dob ki, és nem dob ki? Közben itt marad az élet, és szerintem így is egy egész jó. Mit is mondjak nektek? Remélem, hogy tetszett így a stream eddig, mert megpróbálok mindent összehozni. Igaz, épp nem nagy dolgokat csináltunk a mai nap, tegezel az a streamnek mondható. Nem egy Batman az bán biztos. Nem egy Batman szintű stream lett ez. Na, várjunk, itt várakozok, mint a... Nem, mint a furán nálam a miért. Közítsen már el. Várakozás, töltőképernyőkre, meg stb. Na, a többiek jó kéne legyenek, csak mondom. Jó, anya. Jó, apát ezt elküldjük budizgasson. A anya csinál egy tortát. Save. Egy save-et adok gyorsan a játéknak, mert ez fontos. Egyébként minden játékban fontos a save. Ajánlom, hogy mentsetek mindenhol, ha lehetséges. Anya úgyis jó tortákat tud csinálgatni, és akkor megcsinálja a szünnepi tortáját neki. És ha meccsen, akkor gyorsan megyek, és mentek, és annyi. Kicsi lány mondjuk, alszik. Most csak erre fogunk fókuszálni, hogy legyen ez meg, jó? Anya, ne kellene főzni. Anya, csináld meg azt a tortát a gyerekednek, kérlek szépen. Azért gyorsan felkeltem ezt a gyerkőt. Legyen színapja. Anya gyorsan kisüti. Aj, apa mit csinál jelenleg? Legyen egy... Animált... Valamit tegyél. Anya várakozik a kajára. Anya kezd fáradni, de nem számít nekünk ez.
Józsan, tényleg ez Bálint, Tomi, itt vagyunk. Hogy tudja ezt a színapost megcsinálni. Egyébként ekkor értek ilyen szakasznál, mert ezt átállítsátok, ahhoz szeretett tesztek be. Másképp nézhetitek magatok, hogy mikor lesz is szülinap. Hol viszed? Tedd már. Jó. Akkor... ugye itt mentettem, tehát itt el is rontok valamit. Menj oda a tortához! Hagy abba játszott, menj oda a tortához, én gyerek! Gyere oda a tortához! Színapos vagy! Lássuk, mi van. Fújd el, és légy nagy, te is. Fújd el azt a gyertyet. Ügyes! Szülinapos! Mi a? Várj csak egy picit. Elfut egyet. Ó, oh, most fog el. Na most. Ennyi volt? Színapos volt a gyerekünk. Aki lehet, hogy nem volt színapos, de egy kicsi csalással megcsináltuk. Jó, gyerek, macska barát, de ő legyen más. Ő atletik volt. Szeress a természetet, én azt mondom. Jó-hé-hé! Itt mentünk. Ezt nézzétek! Mondtam neked, hogy dagi gyerekeink vannak! És most össze lássátok ti is a dagi gyerekeket. Tehát elképesztő, nézzétek már meg! Hát ez értetlen. Dagi gyerek! Mindenki jöhet enni! Dagi gyerek! Lett a gyerekünkből! Dagi gyerek! Lett a gyerekünkből! Te is veszel egy tól szerette, mert te vagy az ünnepet. Hello! Most nézzél meg utolja így, aztán mindjárt ilyen le, csak eszik és akkor átadom aztán a gyereket máshogy. Tortázik mindenki, nem érdekelni. Mindenki tortázik és eszik tortából. Anya nem, mert ő elfeküdt aludni. Ott van. Dagi, ott a gyerekünk. Egyetek, ügyesek vagytok. Mégis szülinap van, egyetek. Anya még alszik, tehát ő itt ki van dőve, őt nem fogja megetetni. Milyen jó kép, nézzétek meg ott esztek. Esznek. Esznek. És szól a zene is mellettük. Egyébként lehet, hogy nem most lett volna a színnap, hiszen szerintem nem most lett volna, de ezt ne tudjuk tenni. Amar... basszetti... az sem egyébként, csak kíváncsiságban. Hány napi lenne? Elnézést, egy kis szünet van. Igen. Visszajelezte, nem írtak, amit kell. Visszajelztek, elküldték a programot. Ezek szerint jó, mert elküldték a programot.
kivel beszéljek. Nem jön senki, nem tudom ki jönni. Mivel beszéljek? De nincsen. Miért? Nem tudom. Nem tudom. Nem írták, de most egy határidő alatt küldjük el, az is van. Nem, még a munkatervem mehessen. De most nem írhatok le mi egyről két oldal. Ó, nem jó semmi, hogy sose írok. Mi nem jó? Nem tudom, lebont egy napokra a tevékenységemnél. Mi nem? Ez a munkaterv. Nem tudom lefogalmazni, mi legyen más a munkaterv. Most mi legyen a munkaterv? Most ez is nem jó, amit írtam. Most mi? Mi nem jó? Nem tudok minden egyes pontot kitérni. Igen. Óta nem mond, az enti, az a ritkásság, nem ezen a oldalukon. Igen, ugyanoda azt hiszem, igen. Azt hiszem ugyanoda. A munkaterv így kéne kinézzen, mások úgy nézzen ki. No, nem tudom jobban fejteni hangul, és mit írjak még oda be? Most már... Mit írjak munkatervbe, hogy minden lépésemet apránként, hogy mit fog csinálni, vagy mit csináljak jobban? De nem tudom apróként megtervezni a lépéseimet. De nincs munkacíme, nem államvizsga dolgozatom ez. Tudom, de nem tudom megtervezni, mit csinálok államvizsgán előre. Nincs, hogy meghatározzam már. Vagy most meg kell határozni, mit csinálsz államvizsgára, ilyen ama. De azt írtam le. Na jó, akkor hagyja. Olvassak. Ez a munkaterv. A munkatervek nagy 50 oldalas izék, én azt nem kelljek 50 oldalas szöveget. De a kis munkaterv 50 oldalak szoktak lenni. Max Tortos megkérdezem, most más nem tudok, más nem ismerem, aki végzett. De az nem végzett mesterük, azt hiába kérdezem. Nem mesterük. Az nem kint van, a nem mesterük. Ezt hiába kérdezem. Jó. Jó, köszönöm. Na, elnézés, itt is vagyok, és folytassuk is a befejezést a Steamnek. Egyébként most jelenleg fáradtak, de úgy látom bezabálták magukat, és akkor most jön a karakter generálás. Ken Sims, gyorsan. Nem. Nem, tényleg nem Ken Sims-ezlek. Egyébként általában voltak más dolgok is, amik is zajlottak, tehát elnézés a telefonokért.
zajlik itt az egyetemi dolgok is ki áttérbe, de az a lényeg, hogy be is adsz elnézést, azért nem túl jó minden struktúra a gyereknek. Elég, ne egy annyit, ne dagi vagy! Nézzétek, milyen jó dagi lett. Ezt nézzétek, milyen dagi gyerekünk lesz. Azt a minden élet. Azt a minden élet. Dagi vagy mind a... nem tudom mi. De nem ítéljük el, nem ítéljük el. Nem mennél oda már, oda, ahova mondom, hogy menjél, te gyerek. Tehát ez már számomra sértő. Nem megy oda a gyerek, hova kéne menjen is. Ez a legnagyobb probléma. Nem tud... menj már oda. Mit keresel ott? Menj már oda! Kérlek szépen, menj oda gyerek, kérlek. Ne csináljátok. Nem ment oda, össze-vissza sét. Egyébként majd a házat berendezem később, én azonban nem fog foglalkozni. De... ezt megcsináljuk, nem érdekel, ezt itt becsinálom. Nagyon jó. Na, most tudjuk saját a karakter teljesen. Itt a karakterünk. Mi lássátok, a kódot a beírjátok, szóval szint bármit megtettek vele. Jelenleg, hát... mit is mondjak nektek, ez a csúcskövér állapot, amiben vagyunk. Visszavisszük kicsikét a fiatalabb aját is megváltoztatom szerintem. Kicsit sokat evett, én nem tudom mi történt a szimszémmel, de nagyon elizolódtak. Egyébként ruhákkal kicsit máshogy fog most bánni, de kap új ruhát is, kap egy aját. Valamit. Hát igazából a szemen nem akarok változtatni, mert azt nem tartom fontosnak. A szemen változtassunk, eznek nagy értelme nem lenne. Valami ruhát adok neki. Ami jó... elnézést a bakiért, hogy nagy adok gyorsan adok neki. Mondtam, hogy nincs cenzúra, sajnos a játékba. Elnézést a cenzúra bakikért. De most vigyázzunk, hogy ne legyen ilyen probléma. Szerintem alapját most beállítom itt nektek, hogy ne legyen később probléma, aztán majd meglássátok a teljes ruházatát a lánynak. Valami olyan ruhát adok neki. Mi jól fog állni. Nem tudom, mit kapjon a lány. Ezt nem értem én, de valamit kap a ruhát. Igen, egyébként a kiveszik a módot és beaktiváljuk, ilyeneket kaphattok, de én az a helyzet, hogy nem fogok ezzel veszíteni saját magamat. És inkább nem fogom erőltetni ezt a... de attól még új ruhát adok neki, ez megmarad. Annyit kell, hogy ne nyomjam ki igazából, és ti így nem lesz bajotok. Tehát így nem lesz senkinek baja, és... rám se lesz baj, a ruha szerintem... mik vannak itt, lássam, mi állna jól a lánynak? Ha már őt is megnöveltem. Lehet, hogy így fog öltözködni. Jó, akkor kap egy rendes cipőt. Ami még jó ne is. Van cipőjét. Jó. Tehát ő lesz az. Ugye a testsúly az ugye vissza van csökkentve. Tehát igazából ő egy kb. Tini karaktere lett. Ő az is igazából egy tini karakterről van szó itten. Aját annyira megváltoztatnám. A nap egyébként egy kicsit besült, elnézést ezek bárkért. Érdekes a feje.
Nézzétek már meg a fejét, hogy néz ki. Ezzel nem maguk variálni. Még ezzel lehet, hogy kéne egy kicsit. Nézzem már kinoma is ez a lány. Nézzem már ki normálisan. Ezt mondom. Szája milyen, azt a mindenéret. Azt a mindenéret. Azt a mindenéret. Nincs a legjobb. Hát ez egy kicsit variálás lesz emberek, tehát ez teljesen. Szája túl lent van, vagy én nem tudom mi van a szájával, de... Na. Egy kicsit már jobb, nem? Na, tehát ő lett Lila Pepper. Ezt szerintem adott neki egy tulajdonságot, hogy ilyen kreatív. Ő lett Lila Pepper, és ezentúl diszete jelente mindegyik gyerekem, ami játékban volt, tínédzser lett. Most már tudom adni a babaházat is. Nem tudom milyen pizsamája lesz, ez nekem is mellékes lesz. Valószínűleg épp mint a szokásos pizsamája lesz. Mi volt? Hát igen, ez volt ez a dolog itt. Lassan tegy végez a színnek, mert nagyon régóta nyomom és még ennem is kéne valamit ma. És még van pár dolga, amit még itt meg kéne kérdezek pár emberkétől. Várakozunk a betöltésre. Hová Lila? Lila? A pizsama ugyanaz volt, igen. Van miért őt nem mutassak tömra. Ő lett Lila. Egyébként ahhoz képest rasszikus benyomás nélkül, de itt van. Na, végülis ágya van. Mára. Ó, folyik. Jó, az ő szobáját is át kell majd alakítani, stb. Stb. Addig, mivel fáradt, addig én bedugom hogy a gyerek szobájába, mert most nincs mit átakítsak. Jó. Milyen szomorú zenék szólnak itt, ember. Na jó, szép. Ennyi volt. Ki fog milyen benne a játékba. Ennyi volt kb. A mai streaming. Egész jó volt te. Begondolok, 2,5 órás streamet csináltam, ez hihetetlen. Persze tegyük oda volt az a nagyobb... exit menü. Save and exit, ugye? Save exit. Hú, ember megcsináltam! Most már minden gyerek ott van, és egyébként akkor elmondom kb. Mit tevezek a családdal még szerintem. Mert fontosnak tartom, hogy eldöntsük még a dolgokat itt, mert... hogy legyen. Na, és igen, tehát a családdal mi lesz jövőre, hiszen ez is egy kérdés még, ugye? Tehát minden gyerek tinédzser lett, ezáltal köszönhetően most már nincs kisgyerek a családunkban. De folytatni fogom ezután is. Mindenképp az a tervem, hogy egy rész fogok még csinálni. Valószínűleg olyan rész lesz, amikor az egyik meg fog nőni. Ez megint egy hosszúbb idő lesz. Tehát nem mondom azt, hogy rögtön meg fog történni egyből, hogy megnő a gyerek. De szerintem a folytatás onnan fogjátok látni, amikor az egyik kb. Oda pontig fog érni. Ameddig kb. Felnőtt lehet. Az megvan, akkor elértem a célomat, az egész sorozat, ami szerettem volna. És hát itt is a családunk. Itt vannak a gyerekek, nézzétek meg, itt vannak, nézd meg, ott van, ülnek. Tehát itt van, és itt még láthatod a korábbi állapotot a családokról, de ez a legjobb állapot, tehát ez hihetetlen. Még belgondolni is, juhú, amikor gyerekek voltak, kicsi, két kicsi gyerek.
Igen, ez ugye mostan ő. Tehát érdekes. Történetvonalunk. De most így néznek ki. Tehát az a lényeg, hogy fogom folytatni a sztorit, még egy részt fogok csinálni hozzá szerintem, mert az még megérdem, amikor a gyerek felnőtt lesz. És azután véletően be fogom fejezni. Ez azért is egyébként döntök így, hiszen hát igazából ugyanazt látnátok újra és újra leismételve, és ezt nem szeretném megint átadni ugyanúgy, tehát igazából elég volt alapcsaládunk ezt eljátszani. De majd még újra kezdjem a kisbabáktól kezdve a mindenig, unokákig, de egyre ez fog történni. Nem tudom, mikor fogom folytatni ezt a történetvonalunkat, de fogjátok látni a folytatást, ígérem, hamarosan az is fog jönni. Közben egyébként készülök egy másik Sims videóval is, ez egy kicsi legyen meglepetés nektek. Az is egy érdekes téma lesz majd mindenképpen. Na tehát ennyi volt a mai stream, én ki is kapcsolom a kamerámat, és akkor el fogok búcsúzni nektek.